Szép jó estét kívánok! Február 1 van, 2019-es év. Varga Bálint vagyok Horvátországból, és én vagyok a mai este webkonferencia előadó. Remélem, hogy jól hallatszik, még egyszer megkérdezni. Fel lesz véve ez a konferencia, Youtube-on lesz egy két nap múlva, és a linket majd oda tudjuk adni azoknak, aki ma este nem tudtak itt lenni. <kül> uh, itt van már, egy hónap elmúlott, most szilvesztereztünk valamelyik nap, és már a 2019-es év elindult, itt lesz a 2020-as, lehet, hogy már 2020-ban kint leszünk a tőzsdén is, úgyhogy azok, akik azt gondolják, hogy nem tudják kivárni, a projekt végét, lehet, hogy csalódnak egy kicsit, mert nagyon gyorsan indul az egész. Nekem a legszebb hír az volt Szlovákiában, hogy az idén befejeződik a finanszírozás, és ezt a Junitski úr mondta, úgyhogy lehet, hogy még csak egy fél év lesz esély azoknak, akik még nem vásároltak maguknak részvényt. Skyway részvényt, úgyhogy ki kell használni még ezt a pár hónapot, ami maradt, hogy szerezzünk magunknak minél több részvényt, ami egy dollár lesz a tőzsdén, Londoni és Tokio tőzsdére fog ez a cég kimenni, ami még érdekes lesz, lehet, hogy egy három-öt év múlva nem csak egy dollár lesz, lehet, hogy 5 dollár, lehet, hogy 20, lehet, hogy 50, ezt most még senki nem tudja. De azt tudom, hogy egy olyan céggel dolgozunk, működünk, aminek nagyon nagy jó jövője van, mert olyan technológiával rendelkezik, amit még ideig nem használtak az emberek. <kül> A, ezek a járművek villannyra mennek, és tudjuk azt, hogy a benzin-gázolaj már most nagyon, nagyon vége fele van. Minden autógyártó a világon már komolyan elkezdték gyártani az elektromos autókat, és most a következő 5-10 év múlva, lesz egy változás, és minél többen fogják ilyen elektromos autókat használni. A, most olvastam valamelyik nap, hogy Németországban most már az autópályán is bevezetik azt, hogy dízelautó nem mehessen, már tudjuk azt, hogy tizenvalahány városba, sok helyen nem engedik, és ez már egy-két év múlva az összes városba, Németországba, utána megy ez tovább is Ausztria, Francia, a többi országokba, eljön hozzánk is sokkal gyorsabban, mint amit gondolunk, és erről már elő kell, előre kell gondolkodni. Minden olyan üzlet, én 25 éve foglalkozok hálózatépítéssel, és különböző üzleteket építettem fel, és minden olyan cég, ami előre gondolkodott, azok megmaradtak és működnek tovább. Voltak olyan cégek, ami nagyon jó működtek, de nem voltak képesek változást csinálni. Például, amikor bejött az internet, volt, dolgoztam egy nagy, óriási céggel, több milliárd dollár forgalmat csinált, de kellett nekik hat év, mikor már a másik üzletek nagyon jó dolgoztak az interneten, hogy elindítsák az internetes ö, üzletet. Ma ezt nem tudja senki elképzelni, mert ha valaki kinyit egy kis boltot, vagy, vagy akar reklámozni valamit, az az első, hogy csináljon egy weboldalt, és induljon az interneten. Azért ö, minden olyan, ami egy újdonság, eleinte ez... Ö, minden újra az emberek ö, új dolgokra félnek, de utána mindenki használja. <laughs> Ahogy elindultak a mobiltelefonok is, ö, én se akartam megvenni azt a mobiltelefont, ö, jó kerestem az üzletbe, megtudtam, már nem tudom, 30-an a barátaimnak volt mobiltelefon, nem, de szükség volt rá, és elindultunk. Most meg minden gyerek, az óvodába is már viszi a mobiltelefonját, méghozzá olyan mobilt, amit 15-20 évvel ezelőtt ábrándoztunk, és filmekben néztük, és akkor hallottuk, hogy Japánban már van olyan mobil, hogy egymást látják, mikor telefonálnak, mert ez csak filmekben volt. Ma ezt tehát mindenki elfogadta. Mindenki el tudja képzelni, hogy felhívjon Viberen, Whatsappon, Skype-on, Beszélgessünk, lássuk egymást, és ez egy normális dolog. Én azt gondolom, ha nekünk van egy olyan üzletünk, ha része vagyunk, ha tulajdon része vagyunk egy olyan üzletnek, amit mindenki a világon tud és fogja használni, mert olcsóbb lesz, mert környezetbarát, és szükség utazni, akkor az nagyon jó dolog. Most nehéz ezt elképzelni soknak, mindenki arra vágy, hogy ez a részvény, amit most megveszünk, két-három centér, dollár centér, egyszer majd egy dollár lesz és el fogja adni. Én azt mondom nektek, kicsit tegeződök, remélem nem haragszatok, hogy 90% aki megveszi, vagy megvette a részvényt, nem fogja eladni a tőzsdén. Miért? Mert tudjuk, hogy jönnek új célprojektek, tudjuk, hogy növekszik, és nagy befektetők alig várják, hogy kimenjen a tőzsdére, és ottan nem 250 ezer dollárral jönnek be, hanem 100 millióval, vagy 500 millióval, és ma egy olyan nyomás, ha bejön, és megvesznek egy ilyen csomó részvényt, már ottan lesznek napi ugrások, ami szokott lenni a tőzsdén. 1-2 dollárra kimennek, és délután már 17 dollár. A ilyen üzletek is, és most ne soroljam őket. A Elon Musk a tesla is dupla több, nagyobb forgalmat csináltak a tavaly évben, mint tavaly előtt. És ebben az évben már 65% új terv van. Mi van nekik? Háromfajta autó. A Skyway az nem csak járművek, van egy videó, de nem sikerült feltennem, mert most egy 20 perce indították el csak a konferenciát, ahol, de majd kitesszük a Skype csoportokba, ahol a Skype bemutatta az összes járművet, amit a múlt három évbe képített semmiből. A következő három évben ezek a járművek már több tíz célprojektba fognak közlekedni, és ott fognak az emberek utazni. Mi most egy olyan időbe vagyunk a Skyway-be, hogy most már nem csak van katalógus, nem csak ígéret, hogy majd építenek egy bemutató parkot, ahol meg tudják az emberek látni ezt a járműveket, meg ezt a technológiát, hanem oda jöttünk, hogy még mindig tudunk verni részvényt, de egy-két hónap múlva, három hónap múlva, bármi már utaztunk Minzbe, ugye a Ekoparkba, a Unibusszal tavaly, de olyan, olyan lesz két-három hónap múlva Dubajba, hogy már beülhetünk, megfizessük a jegyet, és utazunk már ezekkel a járművekkel. Szóval, kész célprojekt. <coughs> és azért is a, techn a projekt már uh, annyira előre ment, most uh, még 9 nap vagyunk evel a diszkonttal, és február 10-én megint 5-10%-kal csökkent a diszkont az uh, engedmény, és most bemondták Szlovákiában, hogy körülbelül minden 45 nap fog ez csökkenni. És mi az érdekes, két és fél éve, mikor elindultunk az üzletbe, akkor nem volt ilyen forgalom. Mindig ki azt gondolja, hogy mikor nagyobb volt a diszkont, akkor uh, több forgalmat csináltak, nem? Tavaly, a, tavaly december, ugye, most decemberi, forgalom volt a legnagyobb idáig, és a január is nagyon jó, még nem taptuk pontosan, és most, mikor az emberek lássák, hogy ez igazi, valódi üzlet, aki még ugye nem volt Minzbe, meg nem találkozott a uh, tulajdonúrral, a Gyunitszkival, most azok is belássák, és most olyan emberek jönnek, akik 5-10-25, akár még több ezer dollárral is bejönnek, és veszik a részvényt. Úgyhogy, ahogy mindig többet-többet látunk, mikor kimegy a tőzsdére és egy dollár lesz, akkor lesz a legnagyobb forgalom a részvényekkel. És ez érdekes. Az emberek, mikor meglássák, mikor bebizonyítsák maguknak, kapnak egy teljes képet az üzletről, akkor sokkal többet hisznek, és akkor többet is vásárolnak. Nem akarok senkit rábeszélni, hogy vegye még részvényt, az természetesen mindenki annyit tud venni, amennyit ki tud fizetni, hogy mégis megmaradjon az egzisztenciója, de minden részvény én hiszem, hogy aranyat fog érni. Mikor a Alibaba tulajdonosa 100 dollárért árulta 1 millió részvényt, akkor kinevették az emberek, és nem vették komolyan. De most, amikor meglássuk, hogy 160 dollár a Alibaba részvény, szorozva 1 millió, akkor számoljátok ki, hogy milyen szerencsések azok, akik elfogadták a 30% fizetést részvénybe, és 70%-ot pénzbe. E, nekünk most a Skyway lehetőség itt van, én nagyon hiszek a technológiába, e, minden, ami a jövőt mutatja, a Skyway-t e, Skyway illeti. Úgyhogy <coughs> e, lássuk, hogy nagyon jó fejlődik, természetesen vannak nehézségek, e, vannak e, ellenfelek is, akik nem örülnek, hogy. E, nekünk kiépül egy ilyen, és ezzel is kell küzdködni. Lehet, hogy már egy vagy két évvel előbb ez el, elindult volna az építkezés, de nem is olyan rossz. Mert akkor ez, azok, akik mostan vásárolják a csomagokat, a havi részleteket, azok már lehet, hogy nem kaptak volna. Mert hogy kifogyik ez a részvény, elmúlik a 13. vagy lehet, hogy 15. fázis is. Én ezt úgy satszolom, hogy a nyár, nyárig lesz még, nem hiszem, hogy sokkal to tovább. Utána csak a tőzsdén lehet majd vásárolni részvényeket. <kül> Milyen támogatást kapunk mi? Itt van -e a horvát prezentáció, a magyart nem sikerült most felraknom, de le fogom fordítani az egészet, és minden információt, amit szlovákai is kaptunk, el, fogjuk, el fogom mondani. A Skyway Capital a cég, akivel mi együtt működünk, akin keresztül meg tudjuk vásárolni, mert az anya cégtől természetesen ő nem foglalkozik ilyennel, a Unitsky az csak projekttel foglalkozik, tehát nem érdekli most, hogy hogyan működik a eladás, a részvény, kisbefektetők, nagybefektetők, és mindenki csinálja a saját munkáját, és csak akkor működik az egész üzlet. Ha egy csinálná az egészet, akkor, akkor nem menne. 600 magas rangú mérnök és olyan, olyan, dolgozik a cégnél, és még 800, aki közreműködik ilyen gyárba, meg a raktárba. Úgyhogy körülbelül 1400, ha hozzáadjuk még a RSV, a SWIG, meg a Skyway Capital dolgozóit, akkor több mint 1500 cég dolgozik most. A Joniszki úr azt mondta, hogy tíz év múlva olyan százezer ember fog a Skyway-be dolgozni, több millió kilométer szakasz lesz kiépítve, és olyan 400 és 500 célprojekt, amit a Skyway ki fog épülni. Őneki nagyon nagy víziója van, ha 20%-a lesz 10 év múlva, akkor is ez már óriási. De én szerintem 50-100%-ig ezt meg tudják csinálni. A Skyway Capital a, 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 garantál a részvényekre a tulajdonosi jegyzék, amit a webiradában meg tudunk a, kapni, ki tudjuk nyomtatni is PDF-be, vannak certifikátok, a, amit... A, ki lehet nyomtatni a bizonylatok. Meg is lehet rendelni, 10 dollárért elküldik, nálunk sokan rendelik, és épp mi is most a film tegnap kapott egyet, úgyhogy ezt meg, meg lehet kapni. A webiroda 24 nyelven, a support 6 nyelven kommunikál, és a chat meg online chat 10 nyelven. Ez már mutassa, hogy komolyan vették az egészet. A befizetési lehetőség 20 fajta lehetőség van. Bankkártya, többfajta kriptovaluta, bitcoin, litecoin, dogcoin és többfajta processzorok. Úgyhogy mindenki meg tudja találni magának, hogy hogyan minél könnyebben meg fogja venni. <kül> A, amit, ami különböző a Skyway és a másmilyen fajta forgalom, az, hogy nem lent az aszfalton, a sineken mennek ezek a járművek, hanem oszlopokra felépítve, 6,5 és, és 15 méter magasságba, és tudnak sokkal gyorsabban, és ami legfontosabb, biztosan, utazni, mert nem tud összeütközni másik járművel, másik gyalogossal, autóval, vagy bármi mással. És így a városi közlekedést leterheli, és azért nagyon jó olyan városokba is, például mint San Marino, ami pici területen vagy Belgrád. Ha mentetek Belgrádba, már déltől egész délután 4-5-ig 10 km több mint egy óra hossza kell utazni. És <laughs> ilyen helyeken a Skyway az egyetlen legjobb megoldást tudja adni. Így is lett kitalálva, és ami érdekes, nem csak utasszállító, hanem teher szállítás is lehet. 16 fajta tehert tud szállítani, még tiszta vizet is, meg mind, minden, fajtát, úgyhogy kielégít minden, minden szükségletet. Ami a Skyway nem csak ilyen közlekedési célra lett kitalálva, hanem többfajta problémát fog lerendezni és megoldani. Most például mm, beszélnek egy nagyon jó projektről, ami a csekély vízbe lesz építve. Ez a Smart City, a okos városok, és 8-10 milliárd dolláros projektről most e, tárgyalásba van. Az nagyon érdekes lesz, mert e, már egy projekt épül tudjuk Abu Dhabi-ba, Dhabi ahol uh, már a uh, alapokat uh, megrendelték, 100 millió tonna betonblokkot, amiből építenek kis szigeteket, és oda rá mennek a magas épületek, ahol az emberek fognak lakni. De meglássuk képen is. Napkollektorok és szélgenerátorok uh, uh, már uh, itt is van már igazi kép is, ahol ami gyártja a villanyármat, és villanyárammal mennek ezek a járművek. A Alex Suhadev Szlovákiában bemutatta a gyárt, Minzbe, ami most bővül ki. Lássuk, hogy ez most van építve, még ugye? Esett a hó ott is és készítik a sorozat gyártása. Ez egy nekem nagyon jó hír, mert ezt már emlegetsük, amióta én az üzletben vagyok, ami fontos, Minzbe is, akkor Dubáiba, meg lehetséges még Szlovákiába is, már ott el van készítve a projekt, és vannak finanszírozók is, csak idáig még nem volt szükség. <kül> mert a mostani gyár olyan 5-10 járművet tud gyártani, ami nem elegendő sok projektre, de első projektre megcsinálják, és legyártsák a járműveket. A minzbe már van nekik tapasztalatuk. Most raktunk fel egy videót, vagy vagyis képeket, és nagyon jól elmagyarázta a gyártó főnök a gyárba, hogy hogyan csinálják, hogyan készítik, és mivel foglalkoznak, majd uh, olvassátok el az RSV uh, weboldalon, uh, igazán nagyon-nagyon jó uh, anyag, azt hiszem, hogy tegnap raktam fel a csoportba. Ez például egy igazi kép, a VIP Unicar, ami uh, készítenek most a Dubajra, ugye, áprilisban uh, oda, ott, lesz majd, és két ülés, ami, ahol az utasok lesznek, meg két ülés a sztuárdeszáknak. Érdekes, hogy e, igazán olyan minden e, e, nem. Ahol az embereknek van pénzük, azok mindent kitalálnak, hogy minden kényes, kényelmesen fogjanak utazni. Lehet, hogy e, valakinek nehéz még oda egy e, üveg pesgőjér, hogy kitöltse a poharába, de azért lesznek majd bent a dolgozók, a stewardessák. A 2019-ben rengeteg új meglepetés lesz, azt, amit már várunk is, meg amit számítunk, márciusba lesz kész a white paper a Skyway tokenra, ez igazán elhúzódott, most már több mint fél éve, vagy még tavaly is már márciusban azt hiszem be volt mondva. Alex Suhodelvel később beszélgettünk, mikor kész volt az előadás. Nekünk volt szerencse, hogy volt angol tolmácsolás is, meg a szlovákról volt angolra, és akkor azt hallgattuk, mikor a oroszról, akkor meg volt magyar, úgyhogy kombináltuk, hogy megértsük az egészet, mert oroszul, meg szlovákul annyira nem tudjuk megérteni. A Skyway token az még lehet, hogy egy négy hónapig nem fogják árulni. Azt tudjuk, hogy egy milliárd van, és kiadva, és fél dollárba fog kerülni. Szerintem bármennyi mennyiséget lehet venni, tízet, húszat vagy tízezret és a Alex Uhode azt mondta, hogy a Dubai partnerekkel együtt most készítik. Tudjuk azt is, hogy a svájciakkal csináltak. Azért állt meg akkor, mert olyan információt kellett volna od kiadni a cégből, ami nagyon szigorú, és nem a Junicki azt mondta, hogy inkább akkor nem, saját maguk, de most már a dubai partnerekkel készítik. Remélem, hogy valamikor május-júniusban már elkezdődik a token eladása is. A tokent azért fejlesztették ki, mert a célprojekteket azzal is fogják finanszírozni, ez sokkal olcsóbb és gyors, és olyan 500 millió dollárt terveznek, ugye, ha mindet eladják annyit fognak kapni. Most már úgy vagyunk, hogy nem azon kell gondolkodni, hogy érdemese, hanem hogy mennyit tudunk megvenni. A Alex beszélt még ezekről a projektekről is, ami Dubajba fejlődik, készítik, most majd nem sokára elkezdik rakni az oszlopokat is. Az körülbelül az a 25 kilométer az első szakasz, az olyan egy hónap, másfél hónap kell, hogy képítsék, mert tudjuk azt, hogy ha minden anyag meg el van készítve, megvan, akkor naponta egy kilométert tudnak építeni. Igaz, hogy ez most első komerciális célprojekt, lehet, hogy kicsit lassabban, de úgy látszik, hogy áprilisban át lesz adva ez az első 25 km. Itt mutatták, ha lesz VIP Unicar is, meg VIP Unimobil. Na itt lehet látni, hogy a oszlopok Dubajban mégis kicsit ez a város része, ez úgy hívják, hogy Sárgya így, így mondták, hogy így kell kimondani. Egyik uh, befektető volt ottan, és uh, lássa, hogy uh, nagyon sokat építenek most, mert ez a rész ilyen valami 25-6 uh, uh, hektár, uh, azt sem, hogy megértitek, <kül> uh, ottan 200 uh, cégnek fognak uh, adni engedélyt, aki ilyen kutató cégek lesznek. Itt lehet látni a napkollekterek is, és ez az oszlop lehet, hogy a legerősebb szeleket is ki fogja bírni, azért sokkal szebben néz is ki, meg ki van így ki van húzva, hogy ne mozogjon. És akkor itt a, a Júni, ezek a járművek, amik mennek, fognak itten normálisan közlekedni. Itt is lehet látni a Unicar, ugye, meg a Unibike. Az előbb azt mondtam, hogy Unimobil, eltévedtem, a Unibike, VIP Unibike lesz amit a, a Skyway Capital nekünk e, készített. Itt is az Alex mondta, hogy mi volt 4-5 évvel ezelőtt, mikor az első lyukat furták a Marina Gorkába, és most már hogy mennyire kiépült ugye az a 5-6 e, szakasz. A Capital nekünk most elkészített, lássák, hogy vége fele van. Azt tudjuk, hogy tavaly augusztusban, augusztus 4-én, mikor voltunk Marina Gorkába, aláírtak a unitszky egy új tíz éves szerződést, és ö, nekünk szóval legalább 10 évig van munkánk, aki akar foglalkozni még a SkyWay-jal és építeni az üzletet. <kül> Elindítsák a célprojekteket, amit a Skyway Capital fogja kifinanszírozni, és most már el vannak készítve, majd nem sokára megmutatom őket, amit már alá van írva, már van olyan, ami ki van finanszírozva, van, amit kell finanszírozni, úgyhogy a célprojekttel később fogja, fogjuk majd építeni az üzletet. <kül> A Irina Volkova és volt, ő mindig egy rövid, konkrét előadást szokott tartani. A Vladislav Volkova az ő férje, ő lett most a projekt, a célprojekt igazgatója a Skyway capital és ő fogja vezetni. Itt mutatta be ezeket a projekteket, amit félre volt téve a Unitskinál, és most el, el, fogják indítani ezt, amit mondtam, a csekély vízbe vízbe fogják építeni ezeket a városokat. Ez nagyon tetszik az embereknek, mindenki, az ember ugye víz nélkül nem tudna élni, és mindig szeressük a vizet, és nagyon sokan, főleg ott a Nemirátusokban, ahol egyszerűen nincs elég talaj, nincs elég föld, ugye, ahol lehet építkezni, és akkor csinálnak ilyen műszigeteket, ahol építik ezeket a szép városokat. És igazán akárhova megyünk, Maldivin is vannak ilyen kisebb, ugye, kis fa házak, ami, ami mindig a legszebbnek néz ki, a legszebb csoda utazásra. akkor indulnak a Eco House, a Eco házak, amit fognak építeni, az már Indiába is lesz, meg most a Abu Dhabiba. Úgyhogy ezzel, ezzel, is fognak foglalkozni. A célprojektok legfontosabb része, hogy olyan célprojekteket válasszanak ki, ami 5 év múlva visszatér a befektetőknek a pénze, és utána akkor van a legnagyobb osztalék. Úgyhogy az új befektetők is, akik majd most hozzá fognak csatlakozni, meg mi is érdemes lesz befektetni ilyen célprojektekbe. <kül> Itt lett bemutatva, hogy a Unicont most már épül, akkor elmondták azt is, hogy a Unispeed, ami több száz utas, én tudom, hogy 300 utast fog vinni, és 500 km sebessége, az is az idén kész lesz, és azon a 25 km-en, ami áprilisban elkészül, ott a legelőször ezt a Unibuszt, amit Berlinbe mutattak meg a kiállításon, azt a tesztelik, és olyan 6-7 hónap kell még megkapja az összes engedélyt, mert ez mégis nem csak 150 km sebességgel megy, hanem 500-al, és nagyon kevés olyan vonat létezik a világon, ami 500 km sebességgel megy. A 10 leggyorsabb vonatból én azt hiszem, hogy 3 vagy négy néztem egy YouTube videót, ami átmegy az 500 kilométert. De az, az őrült drága vonatok, meg projektek, úgyhogy Japán, Kína, esetleg Franciaország tudja azt ott kifinanszírozni. Nekünk az az előny, hogy ezek a projektek, amit, hogy környezetbaráti, meg szép, meg villanymotorossal mennek, legbiztonságosabb az összes más Fajta járműtől nagyon megfelelő, kedvező árral tudjuk képíteni és ez az a poén, amit egyszerűen az emberek, amikor beszélik a célprojekteket egyszerűen nem tudják elképzelni, mert mindenki azt hiszi, hogy ez, ez most őrül drága és akkor megmondják az árat, akkor 5 10 szer olcsóbb, mint valamilyen más konkurencia. Most a Minskbe kezdik tervezni és építeni a Unibike-ot, meg Unicart is, unibike is, ami 37 fok magasságra tud menni, mert a, ez egy ilyen hegyi fajta. A San Bernardino svájci projektre ezek fognak kelleni, úgyhogy a sielők is a síek, síneket, be tudják tenni, vagy a tetejére oda rá, rá, fogják tenni, azok tudnak utazni vele. Úgyhogy ez is egy új fajta, amit kb. 6 hónap kell majd, hogy teljesen kész legyen. <kül> Itt megmutatta Vladislav, hogy 1900, még az első világháború előtt, 12-ben vagy melyikben, már akkor is az emberek gondolkodtak, ilyesmiről, lehet, hogy még mocsár volt. Természetesen a Skyway nem ilyent fog építeni, hanem körülbelül ilyen, ilyenek lesznek a állomások. Teljesen modern, és alig várom, hogy már egy ilyen állomásokat le tudjunk fényképezni, videózni, megmutatni. Mert van még olyan, nem sokan, de még mindig vannak olyan emberek, akik ezt nem tudják még elképzelni, vagy elhinni. Az is egy érdekes tény, hogy a azt mondják a skyway hogy építünk 100 évre, de 50 év garanciát adnak. Na most ezt nem sok cég tudja előre 50 évre megmondani. Ezek a célprojektok, amit igazából megkértek, hogy ne reklámozzunk az interneten, ne nagyon mondjuk, de én nem, nem ki, hogy ezt nem mondjam el, hétfőn a, mi régiónkban is, mert ez a mi jövünk a következő 5-10 évbe. A Tallinni, a esztoniai főváros projekt, az már úgy van elkészítve, hogy ilyen technikai dolgokat készítik, és csak még a kikötővel össze kell kötni a fővárost, és az, ha kész lesz, akkor már mehet az építkezés. A Moszkvába, ami moszkvai gyűrű lesz, nagyon komoly beszélgetések vannak, három repülőtért fog összekötni, és ez is egy óriási projekt lesz, mert tudjuk, hogy a Moszkva milyen nagy. A vietnámi projekt, azt hiszem, hogy van egy kép is, igen, majd megmutassuk. Később. Akkor Indonézia, Belgium, Saint Petersburg, a Szent Pétervár, ami, ami igazán az is nagyon komoly, és ami össze lesz kötve Moszkvával, Hollandia, és Fehér a elefánt csón, azt hiszem, így mondják magyarul, a nida az litva, litva tudjuk, hogy beperelték a Unitskit, és három évig tartott a bíróság, és most nagyon jó járt a Unitski, mert több mint 10 millió dollárt fog kapni, mint kár, mert leállították a projekteket, és az állam fogja kifizetni a Junickinak. Azt mondták, hogy ez, ez egy kellemetlen, de nagyon jó befektetés lett nekik, mert ennyi kártérét is fognak kapni. Riga a Lettország, ott voltunk, nagyon szép, csodálatos város. Georgia, a San Bernardinoi, a svájci, és Vilnius, ez is Litva. Úgyhogy ezek a legkomolyabb projektek, amit először mutattak most be, ami nekünk érdekes, ugye, a Afrika, meg az Indonézia, Vietnám, a többi meg mind itt van Európában, repülővel egy-két-három óra alatt el lehet menni, és ugyanúgy, ha kész lesz a Skyway, pár óra alatt meg lehet járni a skyway el is. A Ausztrál projektről is beszélt a Vladislav. Ez egy óriási, ez 80 milliárd dolláros projekt, egész körút az Ausztrália, meg itt lássuk, hogy körül vágja is. Ez olyan projekt lesz, ami a teherszállítás is alatta, és fölötte megy a, a Unibus vagy a Unispeed attól függ, hogy mennyi. Szerintem itten nagyobb vonatok mennek, ilyen 300 mert ez, ez egy óriási közlekedés az egész Ausztrália. Itt mutassa a Sankt Petersburg, ez olyan 200 kilométer, erre-erre fog majd menni a projekt, ez is nagyon érdekes, oda Szentpétervárra nagyon vágyak elmenni egyszer, ahogy lesz valami szeminárium, elmegyünk. Abidjan, ez az afrikai, ez nem csak egy közlekedési projekt, hanem azt mondta a Mászló, hogy ott voltak a repülőtérre, még vártak, és négyszer elment nekik az áram repülőtérre. Most gondoljátok, milyen biztonság a ott a toronyba, ahol uh, vigyáznak, hogy repülő minden biztonságosan menjen. <kül> És a Skyway akar nekik majd képíteni egy olyan uh, elektromos rendszert, ami uh, megadja a zármat, hogy uh, állandóan legyen nekik áram. <kül> Akkor a Nidai projekt, ez a uh, Litva, ez egy ilyen félszigetre, ezt is bemutatták, ez is komoly megbeszélések járnak. A kikötőkről is beszélgettek, mert egy emirátusi kikötővel tárgyalnak, van két indiai projekt, meg van még egy azt, még nem szabadott megmondani neki. Arról is beszélt a Vladislav Volkov, hogy minden olyan projekt, amit kiadták előre, egyszerűen jöttek az ellenségek, és olyan professzionálisan elkészített anyagot tettek le az asztalra azoknak a tárgyalókkal, miniszterekkel, hogy egyszerűen nem akartak, hanem megvárják, hogy valódi -e a Skyway projekt. Ezért ez az első projekt Dubáiba, Sárgyába nagyon fontos, mert itten be lesz mutatva az egész világnak, hogy nem csak a próbapályán, ami pár száz méter, hanem 25 kilométer, az már teljesen, teljesen komoly, hogy ottan bemutassák, a Unicontot, a UniBike-ot, Unicart és a UniBuszt, ami 500 km-rel megy. Ez a vietnámi, a Dong Mo Park, amivel szintén már tárgyalások mennek, ilyen 50 millió dollárba, és 10 perc alatt körül lehet menni. A Riga, a Latvia az magyarul Lettország, itt is bemutatták ezt, nem mondták annyira pontosan, hogy mi, mert igazán nem is szabad nagyon beszélni a célprojektekről. És itt van a belgiai projekt, ami Flanders Expo, ez a kiállítási 5,6 km, és akkor a Gelamko Arena, meg természetesen a Peters, ez, ez a projekt, ami már igen, igen el van készülve, 5 kilométeres, de ez lássuk, hogy a, itten a központba, és itten fogja a nagy közlekedési megterhelést. Na, no, aminek nagyon örülünk, meg ők is teljesen olyan motiváltban mondták el, a San, Bernardino, ottan voltak, 2066 méter magas hegyeken fogják ezt építeni. Ha jól tudom, itt már egy nagyobb része ki van finanszírozva, a San Bernardinoi projekt, és azt mondták, hogy ez lesz, Idáig a legszebb helyen, ez gyönyörű lesz utazni itten ezekbe a hegyekbe. Le van már minden rajzoló, itt is a technikai részeket fogják csinálni. <kül> itt van ez a hely, ahonnan fogják majd építeni fel a hegyekbe. Ez egy gyönyörű, szép, tiszta, tiszta hely. Elfejtettem még mondani, hogy a Moszkvába nem csak egy projektről tárgyalnak, hanem van egy olyan projekt is, ami a szemetet el fogja égetni, vagy valamit csinálnak, és abból csinálnak energiát. Úgyhogy ez, ez is benne van. Ezek a járművek, amik teljesen készek, megrendelhetők, és lehet gyártani őket sorozatgyártással, még ide a Unimobilt. A Unimobilról is beszéltek, állítólag az idén elindul a sorozatgyártás, és lehet majd rendelni, meg azt is tudjuk, hogy a Skyway-nak van a saját drónja amit Minzbe lehetett látni a és az is az idén elindul 5 millió dollárba fog kerülni egy dron, és akinek kell, ilyen nagy vállalatoknak, építkező vállalatoknak, azok fogják majd rendelni maguknak. A Unispeed, ami 300 szemét tud vinni, 500 km per óra, sebességgel eztet is már elkezdték tervezni, készítik, úgyhogy a nyár közepéig ez is kész lesz, és akkor viszik oda Dubaiba próbára. Itt egy állomás, ami két szintű, úgyhogy ez egy olyan a forgó állomás, a utolsó állomás, de utána majd bővítik ki, ahogy kötik össze a többi programot. Ezt már erről mondtok, hogy a okos városokat fogják építeni, így néznek ki, ez most nagyon divat a világon, mindenki ki akar menni a nagyon szennyezett város központból, kimenni a természetbe, és ottan lakni. A Junicki tavaly szeptemberben elindították ezt a építkezést a sárgyába, már sokan voltak ottan, videóztak, sokan láttátak. Első szakasz, ami már, fár, február, ápri, április, bocsánat, áprilisban lesz képítve az a 25 km, utána mindjárt indul a 60 km, és a harmadik fázisba valamikor november-decemberbe, ottan nincsen tél lehet építkezni egész nap, egész éve, harmadik fázisban 1250 km sebességgel, ami azokban a csövekbe, azt is fogják kezdeni építeni. Azon kívül a Skyway lesz egy ilyen akadémia, ahol betanítsák az embereket, hogy vezessék ezeket a projekteket, mert ez teljesen új dolog. A Google -a is már berakta, saját magának meg lehet találni a Skyway Innovation Center, és központ, ami majd ahogy lesznek új képek, akkor majd bővül is lehet. Ahogy a Marina Gorkát is most már lássuk, bár lehet, hogy évente egyszer, vagy másfél évente egyszer fényképezik, itten Dubaiba már tudjuk, hogy lesz több. Ez a komplex, ahol 200 ilyen kutató cég lesz, itt a Unicont, ezt most csinálnak 20 és 40 métereset, a kikötőből a, a cuccot, amit rendelnek ezek a cégek, bárhonnan a világról, hajóval odajön Dubáiba, és a Unicont fogja majd elvinni nekik. És természetesen a SkyWay-al foglal, ez lesz a fő, fő közlekedés, ottan a Sárgyába. Nagyon szép komplex lesz, <kül> már alig várjuk, hogy meglássuk. Lehet, hogy májusban, ha megengedik, hogy lehessen utazni, akkor kimegyünk, most már nagyon sokan vannak, már egy buszba se férünk bele, a mindenki akar kimenni Dubajba és utazni. Itt a tervezők, nagyon sok képeztet már láttuk, azért kicsit gyorsan hajtam előre. A VIP Unicar is és ez egy ilyen uh, jövő képet mutat, amit még a Bruce Willis filmekbe néztünk egy pár évvel ezelőtt, és az idén ilyen fog képülni, és ez igazi uh, mutatvány lesz. <kül> ez is egy gyönyörű kép, Jonikárral a verseje, itt van a két ülés, ahol a e, kiszolgálók lesznek, nekik egy ilyen kis ülés lesz, és a nagy szép fotelok, ahol a két utazó, e, két személy fog utazni. Nagyon szép olyan bőr, olyan 20-22 fokot fognak biztosítani bent, és ez egy különleges e, teljesen másmilyen unikár, mint az, ami minzbe megy, vagy Európába fognak menni, mert itt megcsinálják úgy, hogy bent ö, hűvös klíma, tartsa a hőmérsékletet. Még egy pár kép, én a Sárgyáról. Így kezdtük mi is két évvel ezelőtt képeket, vizualizációt is most már lehet. Ez ami nagyon fontos nekünk, hogy ezek a projektok az idén beinduljanak. A Junicki azt mondta, hogy több tíz projekt van, ami ki kell csak finanszírozni, csak emirátusokba, és ez a zöld vonalak mutassák, hogy össze lesz kötve a Abu dhabi és utána mi így felfele megy a Katar, és a, tovább a, a Afrikába, Ázsiába, Európával össze fogják kötni. Itten csak Hemirátusban 30 milliárd dollár, ami várható az idén, hogy elinduljon a finanszírozás, előkészítés és kezd, kezdik az építkezést. És ez ahogy megtörténik, a 15-25 százalékig, amennyit kapnak előleget, akkor a Junicki be, be fogja jelenteni, hogy kész a finanszírozás mert ha, ha 10 milliárd dollárból már másfél milliárdot is megkapnak, akkor az elegendő, és nem kell több részvényt nekik eladni, <laughs> és az lesz, hogy vissza fogják vásárolni tőlünk a részvényt, és mielőtt kimegy a tőzsdére, akkor úgy látszik, hogy adnak valamilyen jobb árat, ha megvettük 2 centi, lehet, hogy három vagy 5, vagy még 10 centér is a cég vissza fogja vásárolni minél több részvényt, amit akarnak a nagy befektetők is, de a Unitzki is minél több részvényt meg akar tartani a cégbe. Úgyhogy ettől a projektől nagyon függ, hogy mikor fejezik be a finanszírozást én mindig úgy vagyok, hogy egy részben sajnálom, hogy kész, hogy nincs több részvény, a másik részben meg örülök, mert azok, akik előbb befektették, meg megvették, minél rövidebb időt fognak várni rá, hogy pénzhez jussanak, akár az osztalékból, vagy ha eladják a részvényt, akkor nem az egészet, hanem valamennyit, hogy megkapják a saját pénzüket. Így néznek ki Abu Dhabiba ezek a projektek itten fogják építeni. Most azt még nem tudom, hogy elkezdték-e, de Junicki azt mondta, hogy megvan rendelve 100 millió tonna beton, és kezdik építeni. És akkor összeköttetés 500-2000 méter hosszába ezeket a szigeteket a Skyway technológiával. Ilyen technológia még nem létezik sehol, teljesen új, új fajta, és ez csak a Skyway-ban van. Ahogy már említettük, a Szent Petersburg az a e, projekt, a Moszkva, és akkor Jekaterinburg, és egész Vladivostokig olyan 8,5 ezer kilométer. Ahogy a orosz bankok ezt elfogadják, és, és olyan 70 ig kifinanszírozzák, erről is beszélgetnek, ez még nincs aláírva, de e, lesznek e, majd tárgyalások, ez, ez lesz a leghosszabb szakasz a világon, és biztos, hogy több 100 több milliárd dollárba is kerülni fog. De akkor is sokkal olcsóbb lesz, és egy nagyon jó. Ha lesz. Meg, ez meg lesz a következő 5-10 évben, akkor ne féljetek a részvények, biztos, hogy óriásin fel fognak menni. Van még több fajta projekt az egész világon. Peruba, Argentínába, és elindultak Brazíliába, úgyhogy Olaszországba, és lesznek. Röviden még van egy pár percünk. Az investíció az investíció az úgy működik, hogy crowd investing, a befektető befektet egy projektbe, megvárja az időt, még a projektet megcsinálják, és utána lesz neki egy haszna. Lehet, hogy tízszer, lehet, hogy százszor, lehet, hogy ezerszer, ezt előre nem lehet tudni, de minél érdekesebb a projekt, és minél több ember fogja használni, mint a mobiltelefont, meg a villanyármat, utazást, akkor az érdekesebb lesz. <kül> A Skyway Capital Londonba, Angliába van bejegyezve, Moszkvába van az iroda, az én barátom Mihailo ott volt most uh, szeptemberben, uh, megismerkedett az igazgatóval és a Kudrasovval, akivel mi sokszor találkozunk ilyen nagy rendezvényeken, úgyhogy bent volt az irodába és beszélgetett. Máskülönben a Mihálylo utazik ilyen nagy hajókon, és most küldte el a képeket egy múlt héten. Ott volt a British Virgin Island szigeteken, ahol a GTI, a anyacég van bejegyezve, és bent volt az irodába. Volt már egy-két hete ottan, de nem kapott időpontot, és most ott volt az irodába, és beszélt a. Azzal a illetővel, aki vezeti a SkyWay-ra ott az irodát. 200 ezer cég van ottan bejegyezve, és most egy új törvény, mindenkinek kell nyitni egy irodát, úgyhogy a skyway nek is lesz még külön egy irodája, mert ezek a, akik vezetik a céget, az olyan, mint egy könyvelő, és akkor lehet, hogy 10 vagy 100 céget is vezetnek, de most külön lesz majd iroda. Hogy működik a befektetés? Jön a befektető Skyway Capital keresztül, megveszi a GT részvényt, abból a pénzből ők finanszírozzák a gyártást, a találványokat, promóció, 16 világ kiállításokon voltak, és így meglett a Skyway. Utána a részvény ára felmegy, a nominális részvény egy dollár, és avval a az árral fognak kimenni a tőzsdére, ha megvárjuk, lehet, hogy több le lehet, hogy első nap el akarjuk adni egy dollárért, ezt majd mi döntsük el. Vannak ilyen csomag részvények, ez még 9 napig lesz, utána 5-10%-kal kevesebbet fognak kapni. Például az 1000 dollár Inotrans csomagért most 41 ezer részvényt kapunk. Ezek még nem részvények, ezek részvények lesznek, mikor kimennek a tőzsdére, de mi kapunk bizonylatot, hogy a cég, a anyacég nekünk ennyi részvényt ad, és itt minden aláírás pecsét megvan, és be van jegyezve a részvénykönyve is, amit kapunk ilyen kivonatot. Ha a InnoTrans csomagot most február 10-ig este 9 óra 59 percig megveszünk másodszor, kapunk 50 ezer dollárt, ha harmadszor, negyedszer, tizedszer, akkor 60 ezer részvényt. Mondom dollárt, mert annyi lesz egy dollár egy részvény. Úgyhogy a InnoTrans csomag az, az is érdemes megvenni ilyen 3-tól 5-6 ezer dollári. Gyors start 600 dollárba kerül, 22.800 részvényt. Akkor vannak gyerekcsomagok, a, akinek a, olyan gyereke van, ami még nem érte el a 18 évet, bármennyi, lehet egy éves, vagy 17, vehet egyet vagy több ilyen csomagot az ő nevére. 65 dollár havonta 9 hónapig, 24.410 részvény, és a 150 dolláros 59.180-al. Vannak itt még feltételek, de azt majd a szponzorok elmagyarázzák. Bent van a webirodába mindenkinek. <kül> Most készítettek nagyobb csomagokat, 25 ezer dolláros 1,5 millió, 50 ezer dolláros 3,2 millió, 100 ezer dolláros 7 millió, és a legnagyobb csomag, amit meg lehet venni, 150 ezer dollár, 11 millió 250 ezer részvény. A havi részlet 500 dolláros 10 hónapig, 260 ezer részvényt kap, bár a táblázatban 275 000 részvényt lehet 5000 dollárért venni, de lehet, hogy valaki 500-at tud fizetni havonta, nem tudja egyszerre kifizetni az 5000-et. 1000 dollárosért kapunk 570 000 részvényt, a 2500 dolláros 10 hónapra 1475000 millió és 5000 dolláros havi részlet 3 millió 100 ezer részvény. A legkisebb csomagok, 25 dollártól mennek a havi, 10 hónapra, szóval 250 dollárra kapunk 7,5 ezret. Ha az első két részét kifizessük egyszerre, akkor kapunk még 250 részvényt. 50 dolláros havi 10 hónapra 16.500, 100 dolláros 10 hónapra 39.000, és 200 dolláros a business csomag 84.000 részvény, ha első kettőt kifizessük, kapunk még 2000-et. A táblázatba meg lehet vásárolni 15 dollártól 30, 50, 000, 2000, itt van az 5000-es, 275 ezer Minden olyan új tag, aki beregisztrál, és első héten, hét nap van egy jelző, egy óra, ha bármilyen csomagot, bármilyen mennyiségű megveszi, kap még 10% bónusz részvényt. Úgyhogy, ha megveszük mondjuk rá a 1000 dollárost, kapunk 41 ezeret, meg még 4100 százat, mikor kifizeti a csomagot. Itt van a bizonylat, bizonylatot meg lehet rendelni, 10 dollárért, 2 és 4 hét között kiküldik arra a posta címére, ahova megrendeljük. A Tokyo már mondtam, a londoni és Tokyo, tőzsdére fognak menni. <kül> Tokinnal uh, fogják építeni a célprojekteket. Azt mondtuk, hogy 3-400 saját célprojektet szeret a Junicki, még aktívan fog dolgozni. A napkollektereket, ekoházakat, a uh, állomásokat, blockchain platformát és a humusszal csinálják a uh, zöld telepítést majd. Ez, ez is már a sárgyában lesz, a ház tetején lesznek ezek a zöld növények. Itt van egy gondolkodás, a Apple-t a google ba nem tudtunk bemenni, ott 100 000 dollárra kellett, Amazon-t se nem tudtuk, nem tudom mennyi, 1500 dollárra Amazon egy részvénye, a Alibaba-t nem ismertük, Microsoft-ot most itt van a Skyway, van rá lehetőség ránk, ne, lehet, hogy nem lesz 150 dollár, vagy 160, mint a Alibaba, vagy 1500-1600, mint a Amazon, de ha egy 20-30 dollár lesz következő 5-10 év múlva, az is már egy nagyon szép vagyon lesz, hogyha már van egy 50 vagy 100 ezer részvényünk is. Úgyhogy én szerintem érdemes gondolkodni ezen, <kül> és mi is vásároljuk a részvényt minden hónapban, aki amennyit tud, még van. Úgyhogy egy pár hónap az idén, ahogy jönt a Junicki, be lesz fejezve, és akkor csak a tőzsdén tudjuk venni. És ahogy mondtam, a tőzsdén is fogják vásárolni, akkor főleg majd még megy a eladás, meg a vásárlás. 21 óra van, ahogy ígértük, egy óra hosszát, elmondtam minden új információt, a, hallgassátok az új híreket, a Skype csoportot, Facebook csoportot, és kövessétek, hogy mi történik, és ne felejtsétek el, hogy február 10-én újból diszkontváltás, és ez minden 45 nap fognak így változni ezután a következő 6-8 hónap alatt, amednyi részvény lesz. Köszönöm szépen a bizalmat, szép estét kívánok mindenkinek, sok sikert és sok, sok több ezer, százezer részvényt. Jó éjszakát mindenkinek!